Karácsony Gergely is Tóth Csabára x-elt az ellenzéki előválasztáson. Az MSZP párbeszéd mellett a Jobbik, a DK és az LMP is őt támogatja az zuglói körzetben, míg kihívóját Hadházi Ákos csak a Momentum és a Kétfarkú Kutyapárt. Hadházi Ákos már többször célzott ellenfele állítólagos korrupciós ügyeire, eddig konkrétumok nélkül. A két nappal ezelőtti tévés vitájukon azonban azt állította, olyan dokumentumokat kapott, amelyek alapján feltételezhető, a szocialista képviselő jogi trükközéssel titkolt el egy több százmilliós ingatlant. Behatolni tilos. A tábla szerint kutyákkal őrzik a Gyár utcai telepet, amely nem szerepel Tóth Csaba vagyonbevallásában. Hadd kérdezzem meg, hogy önnek van-e érdekeltsége Délpesten, a Gyár utcában, egy telekben, egy gyártelepben? Van-e bármilyen érdekeltsége? Hát ha utánézed, akkor tudja, hogy nincs. Csak hogy Hadházi Ákos szerint Tóth Csaba lódít. A telep az első lépés inkubátorház alapítványé, amelyet Zugló jelenlegi alpolgármestere, az önkormányzat átláthatósági biztosa és a zuglói parkolási díjak behajtásával megbízott ügyvéd alapított. Ez az alapítvány vette meg 111 millió forintért a gyártelepet, erre pedig onnan volt pénzük, hogy Zugló országgyűlési képviselője, Tóth Csaba feleségének cége adott nekik kölcsön éppen ennyit. Jelzálogjogot is bejegyeztettek, és vételi joguk is van rá. A Tóth Csabát támogató Jobbik elnöke van Hadházi Ákos által neki is elküldött levél alapjánban bejelentette, etikai vizsgálatot kezdeményez az ügyben. Az előválasztás tisztasága felett törködő testületnek kell kivizsgálni azt, hogy ezt követően méltó-e arra Tóth Csaba, hogy egyáltalán részt vegyen az előválasztás intézmény rendszerében. Bízom abban, hogy az igazság ki fog derülni. Nekem az a fontos, hogy ne csak kormányt, hanem rendszert is váltsunk. A rendszerváltás pedig ott kezdődik, hogy a bűnnek nincs színe, csak elkövetője. Ma az MSZP-t hiába kerestük a szocialista politikus ügyével kapcsolatban, nem reagáltak. Tóth Csabával telefonon tudtunk beszélni, azt mondta, örül a Jobbik elnöke által kezdeményezett vizsgálatnak, szerinte ugyanis így hamar kiderül majd, hogy valójában semmi köze nincs az ingatlanhoz. Ugyanakkor azt hozzátette, az ellen, aki ennek az ellenkezőjét állítja, feljelentést fog tenni. A Párbeszéd és a képviselőt szintén támogató DK kérdésünkre azt közölte, ők is várják az etikai vizsgálat eredményét.